A vádlott tavaly augusztus 27-én Karcagon a Gödör söröző előtt egy alkalommal úgy megütötte a kocsma másik vendégét, hogy az az ütéstől elesve a fejét a betonjárdába verte, majd ennek következtében pár nap múlva a kórházban életét vesztette. Dr. Hajdú Anna bírónő meghallgatta a vádlottat, aki sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, beismerte a bűnösségét, valamint vallomást is tett. A vádlott szerint ő és idős áldozata augusztus 27-én szombat estére már jócskán felöntött a garatra a karcagi gödörsörözőben eltöltött órák alatt. Állítása szerint a 67 esztendős férfi elkezdett vele kötözködni, és bár ő a nézeteltérésüket szerette volna inkább megbeszélni, de a kocsmai hangzavarban nem hallották egymás szavát. A vádlott ezért kihívta őt a söröző elé, és amikor vita partnere ütésre emelte a kezét, ő a gyengébb bal kezének tenyerével lekevert neki egy pofont. Áldozata hanyatt esett és beverte a fejét a betonba. Az eszméletét vesztett férfit igyekezett ugyan észre téríteni, vízzel locsolta, mint hiába. Az idős embert a mentő elvitte a karcagi Kátai Gábor kórházba, ahonnan agysérüléssel átszállították a debreceni kórházba, ahol 10 nappal később elhunyt. Ebben az ügyben nem az a kérdés, hogy bűncselekmény történt-e, hanem az a kérdés, hogy a bűncselekmény eredménye vonatkozásában milyen büntetőjogi felelősség terheli a vádlottat. Itt alapvetően két dologról van szó, ez vagy egy halált okozott testi sértés, vagy pedig egy gondatlan emberölés. Attól függ, hogy a vádlotti ütés az milyen szándékkal következett be, volt-e testi sértésre irányuló szándéka a vádlottnak, vagy sem. Ennek az ügynek röviden ennyi a lényege. A vádlott mélyen sajnálja azt, hogy a sértett meghalt, azonban azt vitatja, hogy szándékosan őt bántalmazta volna. Az eseményekről a vádlottal és még egymással szemben is ellentmondásosan vallott a két pultos hölgy, akik a kocsma előtt látták a történteket. Egyikük jobbkezes, ökölütésre emlékezett, valamint arra, hogy a vádlott még bele is rúgott a földön fekvő emberbe. A másik nem látott rúgást, igaz, ütés sem. Dr. Hajdú Anna bírónő a tárgyalásra a szórakozó helyen az eset idején jelenlévő vendégkört is beidézte, akik homályosan emlékeztek az eseményekre. Bevallásuk szerint maguk is rövid italos és sörös poharak fenekére néztek aznap. Így aztán válaszaikból nem derült ki pontosan, hogy a vádlott vagy a későbbi áldozat volt-e a vita kezdeményezője, hogy melyikük volt agresszívebb, hogy jobbkezes vagy balkezes pofon vagy ökölütés csattant el, illetve hogy a bántalmazott az ütéstől vagy a részegségtől esette hanyatt. Az ügyészség a vádlottal szemben börtönben letöltendő szabadságvesztésre tett indítványt a vádiratban. A bizonyítási eljárás további tanúk, szakértők meghallgatásával és a helyszínen készített mozgóképes tanúvallomások megtekintésével folytatódik jövő év februárjában.